A mai téma nagyon sokféle érzelmet vált ki belőlem, de én úgy gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hiszen mindenkit érint ez az állapot. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem tudnak eligazodni, és néha ambivalens érzéseink is lehetnek. Megvizsgáltam azt a szót, ami a mai előadás címe, és arra jöttem rá, hogy nem véletlenül használjuk így. A család számomra nagyon sok mindent jelent, de egyet biztosan. Jelenti a békét, a harmóniát, a nyugalmat és a biztonságot. Főleg a biztonságot. De azt látjuk, hogy ez a mai világunkban nem teljesen tud érvényesülni, és nem mindenkinek a család, a fizikai családja jelenti a biztonságot, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy családja nem mindenkinek van, sajnos. Ezért ma körül járom ezt a témát, és olyan dolgokat szeretnék elmondani, amelyekről nem mindig beszélünk. Hiszen olykor próbáljuk csak a felszínt megismertetni, és nem mindig ásunk le mélyebbre, pedig én úgy gondolom, hogy rengeteg mindent nyomunk a felszín alá, nagyon sok mindent nem mondunk ki, és ez baj. Ezek az előadások azt a célt szolgálják, többek között, hogy kimondjak olyan érzéseket, vagy kérdéseket és válaszokat, amelyeket nem mindig hozunk a felszínre, de nagyon fontos lenne, hogy tegyük tisztába az érzéseinket, az állapotainkat és a kapcsolatainkat. A család szó nagyon érdekes. Láthatjuk azt, hogy ma mennyire hangsúlyozzák a fontosságát. Kicsit én azt érzem, hogy már erőltetik az emberekre, hogy mindenképpen családban éljünk, mindenki vállaljon gyermekeket, és kössünk házasságot. És így éljük az életünket egy kiegyensúlyozott közegben. Az a baj ezzel, hogy ez nem mindenkire igaz, nem mindenki tudja megvalósítani, és ez nem mindig úgy sikerül, mint ahogyan tervezzük. Természetesen úgy gondolom, hogy mindenki harmonikus életet szeretne élni egy szeretetteljes családban. De szerintem a család, mint olyan, sokszor nem azt mutatja, ami a valóság, és ahogyan mondtam, rengeteg fájdalom, megalázkodás, lemondás és harag vegyül ehhez az érzéshez, ehhez a fogalomhoz. Nézzük meg ezt a szót, és induljunk el innen. Család. Az első szótag az az, hogy csal. A második pedig az, hogy ád. Nekem erről az jut eszembe, hogy a csal szó az ugye semmiképpen sem pozitív. A csal jelentheti azt is, hogy csalódunk, hogy valaki csal a játékban, vagy megcsal bennünket, csalódások érnek, csalások. Az ád már egy sokkal pozitívabb szótag, hiszen azt jelenti, hogy ad, adakozik, áramoltat és szeret. A kettő ellentétben áll egymással. Csalódás vagy áldás családban élni. Én tanultam
család szociológiát is a főiskolán. Nagyon sok elemzést, kutatást és interjút végeztem a munkám során. Gyerekkorom óta készítek riportokat, 25 éve dolgozom a médiában, ez azt jelenti, hogy 25 éve beszélgetek emberekkel. Emellett tanulmányokat is folytatok, és próbálom kideríteni azt, hogy ki hogyan működik világunkban, jelen esetben egy kisebb közösségben, vagy mondhatjuk úgy is, hogy egy családban. Amióta személyiségelemzéseket végzek, azóta még közelebbről tapasztalhatom azt, amit eddig, és nagyon sokan elmondják, hogy nem érzik jól magukat a saját családjukban. Ahogyan mondtam, belőlem is ellentétes érzelmeket vált ki ez a szó, mert úgymond az én családomban is voltak nagyon kemény, nehéz ügyek, és olyanok, amelyekkel én abszolút nem értek egyet, bántalmak, akár megcsalások is, elhagyások. Tehát a saját bőrömön is tapasztaltam azt, hogy a család, mint intézmény, az nem biztos, hogy mindig megáll. Ugye tanultuk azt, hogy egy ember, egy gyermek legelső és legfontosabb intézménye az a család. Hiszen jó esetben családba születünk, és ott is éldegélünk. Ki az, akit először meglát egy gyermek? Az anyukáját és az apukáját. És velük él. Nem mindenkinek van testvére, nekem nem volt, úgyhogy én is a szüleimmel éltem, és szerintem nagyon sokszor egy ideig ugye nem is találkozunk másokkal, amíg kicsik vagyunk, csak velük. Aztán természetesen jönnek a rokonok, a családtagok, unokatestvérek, nagymamák, nagypapák, és elkezdünk beilleszkedni, másokat is megismerni. Vannak körülöttünk. Nekem erről rögtön az jut eszembe, hogy nagyon sokszor ráerőltetik az emberre, hogy fogadja el a családtagjait, csak azért, mert rokonok, vér szerinti rokonok, hozzáteszem, még akkor is, ha nem jók. Ha nem viselkednek helyesen, ha bántanak, akár szavakkal, akár tettekkel, de mégis ránk erőltetik azt, hogy nekünk szeretni kell a családtagjainkat. És ugyanezt az erőltetést érzem most is, hogy próbálják a fiatalokat ráerőltetni arra, hogy mindenképpen vállaljanak családot, még akkor is, ha ez egy iszonyatosan nagy teher. Valljuk be őszintén, hogy rengeteg másik oldala is van ennek a dolognak, nem csak szépség, jóság és könnyedség családban élni, szerintem nehézség is. És nagyon sok olyan dolgot igényel, főleg alkalmazkodást, és rengeteg munkát, feladatot, amit az ember nem biztos, hogy mindig el tud végezni, vagy nem mindenki. Mert lehet, hogy nem mindenkinek ez a célja, hogy családban éljen, vagy legyen saját családja. Vannak olyanok is, akik egyéni utat választanak, és egyedül is tökéletesen boldogok, hát mondjuk jelen esetben én is ilyen vagyok. Szóval az első és legfontosabb intézményünk az a család lenne, ha jól tudna működni. De azt látjuk, hogy nem igazán tud harmonikus kapcsolat kialakulni két vagy több ember között. Igaz ez a mai világunkban, a Kali Yugában, ami egy elidegenedett korszak. Tudjuk nagyon jól, hogy mennyi válás van, mennyi elhagyott gyermek, akiket vagy fiatalon hagynak ott, vagy már kicsit később. Rengeteg csonka család van manapság, ez azt jelenti, hogy egy szülő neveli a gyermeket, a legtöbb esetben ugye az anyukák, mert ők maradnak velük. Én nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy miért van ez így, hogy miért hagyják el egymást a családtagok. Több előadásom is szól erről, végig lehet lapozni, és meg lehet nézni, hogy milyen sokszor
említem meg azt, hogy mennyire fontos lenne egy menedék, egy harmonikus családi légkör, én is erre vágytam, vagy vágyom, de ahogyan mondtam, nekem az a tapasztalatom, hogy ezt egyre nehezebb kialakítani. Mert egy olyan korszakban élünk, ahol nagyon sok minden fontosabbá vált, főleg ugye az anyagiak, mint az, hogy két ember kiegyezzen, békét kössön. Szerintem ahhoz, hogy az ember jól tudjon működni egy családban, mindenképpen le kell tennie az önérzetét, és együtt kellene működnie azokkal, akikkel egy lakásban, élettérben, helyen él, mert különben mindig vita lesz. Tudjuk azt, hogy mennyi testvérháború van például, ahol a testvérek sem tudnak kiegyezni. Az, hogy valaki egy családba születik le, még nem jelenti azt, hogy jól tudnak majd együttműködni, hogy harmonikus lesz ez a kapcsolat. Sőt, nagyon sokszor olyan családot választunk születésünk előtt, vagy választ nekünk a teremtő, ezt mindenki döntse el maga, hogy szerinte kiválasztja ki a hozzátartozóit, ahol nagyon sok megoldatlan probléma van, és rengeteg ellenségeskedés. Jó esetben az ember harmonikus családban nő fel, hát nem tudom, hogy hány ilyen hely létezik. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek 80%-a inkább szenved ezekben az interakciókban, mint hogy boldog lenne, és nagyon sokan menekülnek a saját családjuktól, vagy lehet, hogy nem mindenkitől, de szerintem mindenkinek van egy-egy olyan rokona, minimum egy, akivel, hát lehet, hogy nem is beszél. Megmondom őszintén, nekem is van. Az más kérdés, hogy az ember szerintem igyekvő, cselekvő, és én is ilyen vagyok, és mindig próbálom megoldani ezeket a gondokat, próbálok kibékülni, közeledni, de valahogyan sokszor azt érzem, hogy ugye ezt nem mindig lehet létrehozni, mert ehhez két ember kell. Ha az egyik nem adja hozzá magát, akkor te hiába akarsz valakivel kibékülni, vagy jó kapcsolatot ápolni, nem fog menni. Szóval ez minimum két emberes dolog. Hát ahhoz, hogy egy család létrejöjjön, ahhoz is két ember kell. Hát egy anyuka és egy apuka. És az, hogy kettejük között éljen a harmónia, hogy működjön ez a dolog. De hát szerintem a mai világban ez is nagyon ritka. És ahogyan mondtam, én tapasztalatból is beszélek, de hát érdemes megnézni a statisztikai adatokat is. Nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy ez a mai világban már nem úgy működik, mint mondjuk a 60-as években. De akár még említhetjük szerintem a 80-as éveket is, mert azért még akkor nagyobb volt az összetartás, hát erre még én is vissza tudok emlékezni, és valahogyan jobban megbecsültük egymást, a családot, mint intézményt is. Aztán szerintem a 2000-es évforduló, vagy évváltás után, de az is lehet, hogy inkább olyan 2010 után, vagy között, ez valahogyan úgy felbomlott. Még talán a 90-es években is volt valamiféle kohézió, de aztán később nem. Én egyébként ezt arra vezetem vissza, amit mondtam már, és nagyon sokszor megemlítem, hogy annyira elanyagiasodtunk, vagyis annyira csak az számít, hogy kinek milyenek a körülményei, kinek mennyi pénze van, van, nincs, ha nincs, miért nem, és a családtagok is szerintem, de csak szerintem, folyamatosan azt firtatják, hogy ki hogyan él meg, ki mit csinál, és nagyon sok a bírálat, nagyon sok az ítélkezés. Ez az én családomban is így volt, addig, amíg én ebből ki nem szálltam, és én azt mondtam, hogy én nem szeretnék olyan emberekkel kapcsolatot ápolni, akik ítélkeznek egy másik ember felett, ráadásul úgy, hogy semmit sem tudnak az életéről, az életünkről, vagy éppen az enyémről. Szóval szerintem nagyon démonivá vált ez a korszak, az emberek szemlélete is, és rengeteg család esett szét emiatt. És mindig a pénzem megy a húzavona, hogy kinek mennyi a tulajdona, és nincs szeretet. Valljuk be őszintén, hogy nincs. Vagy legalábbis nagyon kevés helyem.
Igaz-e az, hogy családban lenni mindig olyan felhőtlen? Igaz-e az, hogy nincsenek ennek a dolognak árnyoldalai? Hát lehet, hogy nem véletlenül ez a neve ennek az intézménynek, vagy állapotnak, hogy család. Mert lehet, hogy nagyon sok esetben tényleg csal, és csalódást okoz, fájdalmat, és rengeteg olyan hamis dolog él, amit egyszerűen nem akarunk észrevenni, vagy nem akarunk saját magunknak sem bevallani. Én egyébként egyre inkább erre jövök rá, ahogyan telik az idő, és nyilván az ember 40 évesen már nem annyira naív, mint mondjuk 20 évesen, és az is biztos, hogy sokkal jobban látunk, tudatosabbak vagyunk, vagy mondjuk úgy, hogy már keresztül látunk olyan dolgokon, amelyeken mondjuk lehet, hogy 10 évesen vagy 20 évesen még nem annyira. És igen, én azt látom sajnos, hogy egy családon belül is rengeteg a csalás. De itt nem azt értem feltétlenül, hogy mondjuk van egy házas pár, és akkor az egyik folyamatosan megcsalja a másikat fizikálisan. A csalás az rengeteg minden lehet. Számomra az a csalás, és ez a legfájdalmasabb, amikor valaki hazudik. A hazugságot szerintem az ember mint olyan rettenetesen nehezen tűri el. Hát én is. A hamisságot, az álságot. És szerintem rengeteg az álság, vagy mondhatnám azt is, hogy az álszentség ezekben a kapcsolatokban. Természetesen nem mindenhol van így, de ahogyan mondtam, szerintem minden ember tudna mondani legalább egy olyat, akiben csalódott, és ez lehet bármilyen rokon, közelebbi családtag vagy távolabbi, de tuti, hogy mindenkinek van legalább egy olyan ember, akiről nem gondolta volna azt, hogy olyan dolgokat megtesz, amit esetleg megtett, vagy esetleg olyat mondott, úgy cselekedett. Hát ilyen az én életemben is van sok. És egyébként igaz ez a korábbi kapcsolataimra is. Hát pár kapcsolatnak nem nevezném őket, mert én az igazi párommal még sosem éltem együtt. Én úgy gondolom, hogy ha az ember az igazi párját találja meg, ott nincs ilyen. Mondhatjuk úgy, hogy ezek ilyen próbálkozások, és az ember nagyon sokszor csapta be saját magát. Hangsúlyozom saját magát, akár egy-egy kapcsolatban is. És ezzel én is ugyanígy vagyok. Nagyon sok emberben bíztam meg, nagyon sok embernek szavaztam bizalmat, hittem bennük, és kicsit így fel is magasztaltam őket, aztán rá kellett jönnöm, hogy fele annyira sem olyanok, sajnos, mint amit én annó elképzeltem. Hát erre mondtam azt, hogy kell ennyi tapasztalat, kell egy bizonyos kor, amit az ember megél, átél, ahhoz, hogy sokkal tisztábban lássunk. Szerintem egy családi életben is ez van. Nagyon sokszor van az, hogy rengeteg hamisság van, mondjuk a négy fal között, de ugye erről nem mindig beszélnek az emberek. De hát meg kell nézni, mondjuk, hogy hány, ahogyan mondtam, hány válás van, mennyien járkálnak bíróságokra, és a legtöbb esetben szerintem családtagok vannak jelen, mert olyan erős a viszály. Az biztos, hogyha egy családtag bánt meg bennünket, az sokkal jobban fáj, mint mondjuk egy idegen. Hát, ha mondjuk a zöldséges mond neked valami olyat, lehet, hogy az is rossz, de nem veszed föl annyira, mint mondjuk, ha az apukád, vagy a testvéred rúg beléd. Ezt lehet érteni átvitt értelemben is, meg szó szerint is. Tehát, hogy az ember ezt nagyon nehezen dolgozza föl nyilván. És vannak olyan esetek, amelyeket szerintem egész életünkben alig tudunk feldolgozni, vagy egyáltalán nem. És ugye az a baj szerintem, hogy nem beszéljük meg ezeket a dolgokat, inkább kifele közvetítünk, de nem ülünk le a saját családtagjainkkal, és nem mondjuk el, hogy mi az, ami bántott, hogyan lehetne másképpen. Természetesen, ahogyan mondtam, vannak próbálkozások, és nagyon sok ember van úgy, hogy szeretne kiegyezni, szeretni a békét, és ezért nagyon sokat
tesznek, teszünk. De hát én azt látom, hogy ezt nem mindig lehet kialakítani, mert van egy másik oldala is ennek a dolognak, amikor az a fél, akivel mondjuk te szeretnél leülni, az mondjuk nem adja magát ehhez az egészhez, és így az ember egyedül marad ebben, a történetben. Szóval amikor az ember a saját család tagjában csalódik, ugye milyen érdekes, hogy már rögtön, amikor kimondjuk azt, hogy családtag, már benne is van az, hogy csal. Szóval amikor te valakiben, egy olyan emberben csalódsz, aki úgymond nagyon közeli, akkor szerintem az emberben egy világ dől össze. És ezzel én is így vagyok. Próbálok nagyon sok embernek így megbocsájtani, meg így felülírni pozitívummal, vagy energetikával, pozitív energiával, szeretettel, átültetni ezt az egészet, meg nagyon sok mindent, hát nem azt mondom, hogy semmisé tenni, de így felülemelkedni, felülírni, vagy úgy csinálni, mintha rengeteg dolog, ami nagyon bántó volt, ez nem történt volna meg. De hát megmondom őszintén, hogy ez nagyon nehéz, és nagyon sok önmunka kell ahhoz, hogy az ember tényleg szívből meg tudjon bocsájtani, és ne hánytorgassa fel a régi negatív mintákat, sérelmeket. Az biztos, hogy olyan emberek közé születünk, akikkel dolgunk van. Azért arra figyeljetek, hogy nem minden családtag pozitív, és nem mindenki akar nektek vagy nekünk jót. Vannak olyan családtagok, és szerintem ez a gyakoribb eset, akikkel már a korábbi testetöltéseinkben is együtt éltünk, vagy volt valamilyen kapcsolatunk. És nagyon sokszor kiderül az, hogy mondjuk az előző leszületéseinkben ezek az emberek mondjuk bántottak bennünket, akár meg is ölhettek, vagy olyan kemény sérüléseket okoztak, amelyekre úgymond a lélek emlékszik. És most leszületsz újra egy olyan családba, hát mondjuk így idézőjelben, hogy ez család, bár szerintem az ilyen intézményre én nem mondanám azt, hogy család, ahol az emberek bántják egymást, az valami teljesen más, hogy ezt az embert mondjuk újra úgymond bevonzod, és újra együtt kell vele élned. Mondjuk egy olyan valakivel, aki mondjuk a korábbi testetöltésedben megölt. És most neked valamiért újra ott kell lenned. És szerintem ilyenkor van az, hogy az ember zsigerből emlékszik arra, hogy mi volt a korábbi emlék, és hiába teszik neked mondjuk a szépet, akkor is benned lesz ez a nagyon mély fájdalom, ez az emlékkép, ez az érzés, és nem fogsz tudni úgy csatlakozni egy ilyen emberhez, még akkor sem, ha mondjuk az apukádnak vagy bárkidnek van kikiáltva, mert benned él a lenyomat. Nagyon fontos szerintem, hogy mindig vizsgáljuk meg ezeket a lenyomatokat, hogy milyen lenyomatok élnek bennünk. Én elég sok mindenre emlékszem a korábbi leszületéseimmel kapcsolatban. Nekem több olyan hozzátartozóm is van, akikkel a korábbi életeimben is, testi töltéseimben is volt kapcsolatom, és most nagyon sok mindent ki kell javítani, nagyon sok mindent újra kell élni, és természetesen van még egy-két ember, akikről szintén tudom, hogy valamilyen szempontból rokonaim, lehetnek ők lélekrokonok is, de még fizikálisan nem találkoztam velük, viszont nagyon jól tudom, hogy velük is dolgom van. És azt is, hogy korábban hogyan éltünk, hogy mit beszéltünk meg, hogy most mi a feladatunk, hogy mit kell itt létrehoznunk. Szóval nagyon fontos lenne szerintem, hogy ezeket a zsigeri, lelki ügyeket is vizsgáljuk meg, mert sokkal jobban meg fogjátok érteni azt, hogy mondjuk miért taszít, vagy éppen miért vonz téged valaki. Én nem szeretem a címkéket, nem szeretem a névleges dolgokat, nem szeretem azt, amikor azt mondják, hogy ez is ez az ember, neked ilyen és ilyen rokonod. Én úgy gondolom, hogy a rokonainkat mi választjuk, és szabad akarat is van a Földön. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember már felnőtt, akkor szerintem ő megválaszthatja, vagy kiválaszthatja azt, hogy ő kiket szeretne rokonainak, és én is így vagyok ezzel, akik a vér szerinti úgymond rokonaim vagy voltak, de nagyon
negatívak, és ahogyan mondtam, vannak köztük olyanok, akik ítélkezőek és bántalmazóak, őket én például elhagytam, és nem érdekel az, hogy milyen címke van rányomva erre a kapcsolatra, nekem ők nem a rokonaim. Nekem az a rokon, akivel együttességet tudok kialakítani, akivel kölcsönös a kapcsolat, és nem egyoldalú, nem az van, hogy mindig csak az egyik fél ad és próbálkozik, és ő szeretne jót, a másik meg nem. Az a rokon, akiben az ember hinni tud, bízni tud, akiben nem csalódik. Szerintem nagyon sok csalódás ér bennünket gyerekkorunk óta. Csalódhatunk akár a szülőkben is. Csalódhatunk a testvéreinkben. Csalódhatunk a kapcsolatainkban, osztálytársakban. Nekem is nagyon-nagyon sok ilyen van. Ha az ember olyan, hogy egy kicsit jobban lát, vagy jobban érzi a lelkeket, akkor nem csak a felületet fogja kapargatni, és nem csak a külsőt veszi alapul, és nem csak azt, hogy ki mit mond, hanem sokkal mélyebbre lát. Na hát én is elég mélyre tudok leásni, és nagyon jól érzem az emberek energetikáját, nem kell nekem ahhoz fizikailag találkoznom velük, és így is nagyon jól átjön, hogy ők mit gondolnak, mit áramoltatnak, mit sugalnak. És nagyon sokszor sajnos ez rettenetesen negatív. Az emberek többsége szerintem, és bocsánat, de szerintem nagyon sokan negatívak. És nem emberbarátiak. A családtagjaink között is lehetnek olyanok, akik akár utálhatnak is bennünket. Hát szerintem nagyon sokszor csak így eljátsszák azt, hogy ha ez egy szent család, és hogy mennyire imádjuk egymást különböző ünnepeken, de a mélyebb tartalom ez nem igaz. És ahogy kilépnek az utcára, ahogyan leteszik a telefont, már furkálják egymást, fújkodnak a másikra, és a negatív dolgokat mondanak. Hát köszönöm szépen, én ebben nem szeretnék részt venni. Szóval, igen, szerintem nagyon igaz az, hogy... És nagyon találó az a név, hogy család, mert bizony nagyon sok csalás, csalódás ér bennünket. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehezen lehet kialakítani azt, hogy hát, hogy szimbiózis legyen. Aztán nézzük meg a másik szótagot is, mert ez is rettenetesen fontos. Ugye ott van az, hogy ád. Az ád az számomra azt jelenti, hogy adomány, egy áldás, amit az ember kap ajándékba. Szóval a család, mint olyan, az lehet ajándék is. Szerintem az, főleg az, akkor, ha az jó, ha szeretetteljes, és nincs hamisság, ha nincsenek hazugságok. Akkor mindenképpen áldás, egy csodálatos dolog, de ahogyan mondtam, szerintem ez nagyon ritka. Nagyon ritka az, amikor olyan családot találunk, ahol csak szeretet él, ahol tényleg figyelnek egymásra, és ahol nem csalják meg egymást, sem szavakkal, sem tettekkel, ahol nem beszélik ki mondjuk a családtagokat egymás háta mögött, vagy az utcán, mert ilyet is tudunk. Nekem vannak, vagy hát voltak olyan családtagjaim, mondjuk így, akik a szemembe teljesen mást mondtak, mint mondjuk 5 méterrel arrébb. És ezt folyamatosan így áramoltatták, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok esetben igaz. És én azt mondom, hogy nekem, akikkel annó együtt éltem egy családban, a 80%-uk az sajnos ilyen. Szerintem fel kellene nőni ahhoz, hogy az ember igazi családban tudjon élni, és hogy valóban áldás legyen ez a dolog, ne pedig csalódás. Szerintem nagyon mély alázattal kellene lennünk egymás iránt is, az egész állapot iránt, mindenki iránt, de ezt nagyon kevesen tudják megtenni. Rengeteg a vita családon belül, rengeteg a veszekedés. Most gondoljátok el azt, hogy mennyit veszekszenek az emberek, én utálok veszekedni, szerintem mindent meg lehet beszélni szépen és normálisan. Nagyon nem szeretem azt, vannak olyanok, akik így kiprovokálják az emberből, hogy te
legyél olyan, amilyen te nem vagy, vagy nem akarsz lenni. Én például ezektől az emberektől is megválok, mert nem szeretem azt, amikor valaki direkt szítja a tüzet, vagy a helyzetet, és direkt belemegy, és kiprovokál, és nem hagy békén. Tehát vannak olyan emberek, akik nem szeretik a békét, azt szeretik, ha zűr van, ha káosz van, ha állandóan vita megy, és nagyon sok ilyen családot ismerek, ahol állandóan vitatkoznak, veszekednek, aztán kibékülnek, aztán megint összevesznek, és ez így megy évtizedekig. És ez szerintem szörnyű. És erre mondtam azt, hogy ez ilyen ambivalencia. Mert hol nagyon jó, hol pedig pokol. És a család szófogalom is ugyanezt akarja, hiszen ott van, hogy csal, ami egy nagyon rossz dolog, de ott van, hogy ád, az áldás, ami pedig tökéletes. Hogyan lehet az, hogy mindkettő megnyilvánul ebben az állapotban? Lehet, hogy azért, mert polaritás él a Földön, és minden kettős? Tehát akkor ezek szerint a család is kettős? És ezért van az, hogy az embernek ambivalens érzelmei vannak felőle? Hát így indítottam az egész előadást. Hogy belőlem ezt váltja ki, jót is, meg nem is. Egyszer nagyon jó, mert, ahogyan mondtam, valamiféle biztonságot ad az ember számára, érzelmi biztonságot, fizikai biztonságot, hát annak, aki jó családban él, de ugyanakkor lehet egy átok is. Nagyon-nagyon sok gyermeket bántalmaznak például, és nagyon durva dolgok vannak. Szavakkal, tettekkel, fizikailag, mindenhogyan. De egy gyerek hova tud fordulni akkor, hogyha mondjuk a szülő veri? Vagy állandóan ócsárolja. Mondjuk egy 4-5 éves gyerek, vagy akár egy 7-8-9 éves gyerek kihez fordul akkor, ha mondjuk az apukája rendszeresen megveri, és mondjuk az anyukája állandóan azt mondja, hogy te hülye vagy, kisfiam, és ledegradálja, és egy roncsá válik a gyerek. De felnőtt korában is ugyanez lesz. Szóval szerintem ez nagyon nehéz. Nagyon nem mindegy, hogy az ember hova születik. De ahogyan mondtam, ez mindig a korábbi testet öltéseink következménye, mindig oda fogunk születni, akikkel dolgunk van. És akikkel még valamit nem tudtunk létrehozni, nem tudtunk kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami a békéről szól. Ha nem tudtunk kiegyezni annó, akkor most újra találkozni fogunk, és újra meg kell próbálni. És ha most se tudjuk megoldani, akkor jön a következő leszületés, testetöltés, és újra, meg újra, meg újra ismétlődik ez a szituáció addig, amíg meg nem oldjuk. Mert mindennek az a célja, hogy kiegyezés legyen, hogy egység legyen, hogy harmónia működjön. Ha ez nincs, akkor még nem vizsgáztunk le valamiből. Akkor nekünk itt még tennünk kell. Nekem is vannak ilyen úgymond karmikus ígéreteim, és vannak olyan dolgok, amelyeket még nem tudtam megoldani, de tudom, hogy ez elsősorban rajtam múlik, vagy hát szerintem rajtam is természetesen, főleg, és nekem kell nagyon sokat alakítani a szemléletemen, a nézetemen, a gondolkodásomon, ezért mondtam, hogy ez önmunka. Szerintem a család, mint olyan, az nem egy késztermék. Azon folyamatosan dolgozni kell. De egy kapcsolaton is, az nem úgy van, hogy te valakivel összeházasodsz, vagy összeköltözöl, és az majd magától fog működni, és minden happy lesz. Á, nem, dehogy is. Nem, egyáltalán nem. Sőt, akkor kezdődik el az igazi munka, az igazi feladat, és minden egyes nap meg kell dolgozni azért, hogy jó legyen, hogy béke legyen, hogy szeretet működjön. Az is nagyon fontos, hogy soha nem a másikat kell megváltoztatni, mert szerintem az nem fog menni. Aki még ilyen illúziókba kergeti magát, hát szerintem jobb, ha letesz róla, mert ez egy meddő ügy. A legfontosabb az, hogy mi változzunk. És ha én változok, ha én sokkal pozitívabb energiát adok át, bocsájtok ki magamból, akkor olyan szemléletű embereket fogok magam köré gyűjteni, bevonzani,
akik szintén ilyenek, de amíg bennem is van nagyon sokféle harag, fájdalom, indulat, negatív érzés, akkor arra fognak rezonálni azok, akik szintén ilyenek. Hiszen hát a hasonló a hasonlót vonza. Ismerjük ezt az elvet. Ez igaz, ez él, ez így van. Szóval magunkon kell nagyon erősen dolgozni, és én azt mondom, hogy akkor érdemes saját családot alapítani, ha az ember már nagyon sok mindent feloldott, kitisztított önmagából a régi sérelmeket, és ezeket mind felülírta megbocsájtással, szeretettel, a szeretet energiájával, de ez rengeteg idő. Évtizedekig kell szerintem tisztítani. Én úgy gondolom, hogy ezt 40 éves kor alatt nem is lehet elérni, mert ehhez ennyi idő kell. És az egy alap, onnan indulhatna el minden. Szóval én nem gondolnám azt, hogy 20 évesen az ember már egy kiforrott egyéniség, sőt, egyáltalán nem. Az egy nagyon kis kezdő szint, arra nyugodtan rá lehet és kell is tanulni plusz 20 évet, hogy az ember eljusson az alapokig. És hát láthatjuk azt, hogy nagyon sokan ugye álmodoznak egy családról, gyerekekről, férjről, feleségről, és amikor ez megvan, rájönnek, hogy mégsem boldogok. Nekem annyi ilyen levelet írtak már, hogy ezt el sem tudom nektek mondani. És mindenki bevallja azt, hogy ő hiába él együtt valakivel, hiába vannak ott a gyerekek, nem boldogok, vagy ő nem az. És hogy nagyon sok esetben, hát ők ezt mondják, hogy csak a gyerekek tartják őket össze, de egy gyermeknek nem az a dolga, hogy két felnőttet összetartson. A gyereknek az a dolga, hogy gyerek legyen. A felnőttek dolga, hogy rendezzék a kapcsolatukat, és nem azért kell még egy gyereket, meg még egyet vállalni, hogy mondjuk a férjed ne hagyjon el. Mert ha el akar hagyni, így is úgy is elfog. Hát egy gyereket alibinek használni, vagy egy gyereket csak azért létrehozni, vagy vállalni, hogy két felnőtt között rendezzen egy bizonyos kapcsolatot, számomra ez nonsens. És megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon sok helyen ezt látom, de nagyon sokan be is vallják, ők maguk mondják el, hogy ez így van. És nem működik a kapcsolat, és nem működik a családi élet. Nagyon kevés helyen működik, szerintem. Ahol ilyen nagyon habos-babos rózsaszín minden kívül, és kifele azt mutatják, hogy minden happy és minden rendben, ott szerintem nagyon sok esetben kiderül, hogy mégsem így van. És a négy fal között, amikor hazamennek és becsukják az ajtót, akkor ordibálnak egymással, veszekedések vannak. Hát nem tudom, van-e olyan család szerintetek, ahol még nem volt soha vita, veszekedés, ahol ne lettek volna bántó szavak, fájdalom, negatív érzés? Szerintem ilyen nincs. Miért van az, hogy egy családon belül is bántjuk egymást, szerintetek? Miért van az, hogy nem tudunk kiegyezni? Mi az a régi sérelem, az a nagyon mélyről és messziről hozott érzelem? Na hát ezeket kellene felfedni, kitisztítani, és átemelni egy sokkal szeretetteljesebb térbe, egy olyan állapotba, ami tiszta, makulátlan, ami nagyon jó. Tanítani kellene azt, hogy hogyan kell jól működni egy családban. Tanítják-e ezt valahol? Ha te elmész az iskolába, akkor megtanítják-e azt neked, hogy hogyan kell jól működnöd egy családban, otthon, a szüleiddel, a testvéreiddel, a nagymamával, a nagypapával? Vagy hogyan működj jól apukaként, anyukaként, vagy akár gyerekként? Hogyan működj közre egy nagyobb családdal, a világgal? Hiszen mondhatjuk azt, hogy ez az egész világ, vagy a földön élők, ők egy nagy családot alkotnak, mi egy nagy család vagyunk, mindannyian földiek vagyunk, mindannyian itt élünk. De ki tudunk-e alakítani egy globális családot, hogy mindenki úgy tekintsen a másikra, hogy ő testvér, akkor, amikor egy kisebb közösségben sem tudjuk ezt megoldani? Én úgy látom, hogy ez
Nagyon nehezen megy. A mai napig. Pedig azért már nagyon sok idő telt el. De ahogyan mondtam, nem erről tanulunk. Pedig milyen jó lenne, ha lennének olyan beszélgetések, olyan szituációs helyzetek például, ahol azt tanuljuk meg, hogy hogyan oldjunk meg egy konfliktust. Szerintem nem tudunk jól működni egy konfliktusban. Olyankor az ember szerintem nagyon elveszik. Nem tudunk kezelni bizonyos ügyeket, helyzeteket. Rengeteg ilyen helyzet van. Nem csak a jó oldalát, és ahogyan mondtam, ezt a habos-babos oldalát kell nézni egy családi életnek. Ez nem csak erről szól. Vannak benne csalódások is. Van benne egy csomó olyan dolog, amire az ember nem számít. Hát nagyon sok gyerek szerintem nem számít arra, amikor megszületik, vagy amikor még pici gyerek, hogy mondjuk később mondjuk az apja verni fogja, vagy az anyja alkoholista lesz, vagy elhagyja, hát tudjuk, hogy ilyen is van. Hát beszéljünk róla. Hát rengeteg film, alkotás foglalkozik ezzel a témával. Én is nagyon-nagyon sokat ismerek. És ahogyan mondtam, számtalan interjút készítettem emberekkel, rengeteg elemzést. És én is tudom azt, hogy ez így van. Az a sok kutatási anyag, az a rengeteg tanulmány arról szól, hogy itt még nincs totális béke. Nem tudtuk létrehozni. Egy családon belül sem, sajnos. Nagyon sok idő, mire rendezünk egy helyzetet. Évek telhetnek el, évtizedek. Vannak olyan családtagok, akik évtizedekig sem szólnak egymáshoz. Tudják, hogy ott a másik, de mégsem. Mert nem tudom, tehát, hogy az emberben van egyfajta ilyen önérzet, de ahogyan mondtam, szerintem pont ezt kell letenni, és merni kell közeledni. Nyilván, hogyha az embert elutasítják, vagy elküldik, akkor ez nagyon nehéz. Olyan sok film jut erről egyébként eszembe, főleg ugye magyar filmek, de természetesen másmilyen alkotásokat is ismerek, ahol például elhagyott gyermekekről mesélnek, beszélnek, olyanokról, akik nem tudtak egy harmonikus családban felnőni. De olyanok is vannak, akik megkapják ezt az intézményt, mondjuk így, és vannak szülők, és lehet, hogy etetik őket, ruháztatják, iskoláztatják, de még sincsen meg az a figyelem, az a bensőségesség, az a nagyon erős kötődés, amire szerintem mindenki vágyik. Nyilván mindenki szeretne tartozni valahova, valakihez, és én azt is érzem, hogy nagyon sokan szeretnék, hogyha ez a globális együttesség létrejönne. Ha tényleg minden ember úgy tekintene a másikra, hogy családtag, hogy mindenki a családtagunk, mindenki, mert egy helyen vagyunk, mert itt vagyunk, és együtt élünk egy bolygón. A Föld az otthonunk, és mi mindannyian ide szerződtünk. Egymástól kell tanulnunk. Segíteni a másiknak, együttességet képezni. De miért olyan nehéz ez? Miért van az, hogy nagyon sok emberrel nem tudunk leülni, találkozni, és nem tudunk megbocsájtani? Pedig szerintem ezt gyakorolni kell. Sőt, én azt mondom, most ezt érzem, hogy vannak olyan szituációk, amelyekbe egy önként bele kell tenni magunkat, hogy azért is menjünk és nézzük meg, és cselekedjünk. Én is csináltam már ilyet, nagyon sokszor. Amikor úgy éreztem, hogy nincs más út, nincs más megoldás, csak az, ha odaállok, és félreteszem a sértettségemet, vagy a fájdalmaimat, de odaállok, és elmondom, hogy én mit érzek, és nagyon sok esetben még én kértem például bocsánatot, csak azért, hogy egy kapcsolat működjön, vagy hogy valahogyan ki tudjunk békülni, még akkor is, ha nem én voltam az, aki megbántotta a másikat, de mégis fejet tudok hajtani. De én legalább megtettem, és nagyon jó érzés, amikor az ember legalább megtesz valamit, még akkor is, ha utána
mégsem működik ez a kapcsolat, vagy hogyha elküldenek. De szerintem ezt meg lehet beszélni. És én úgy gondolom, hogy akkor is oda kell állni, és el kell mondani, ha mondjuk elküldenek, vagy azt mondják, hogy nem. Tudjátok, hogy miért? Mert az ember tovább tud lépni. És előbb-utóbb megtalálja azt, ahol, vagy akivel kölcsönös az igen. De szerintem nagyon fontos, hogy mindig megbeszéljük azt, hogy milyen kapcsolat van köztünk, mi lehet, mi nem lehet. És arról is beszéljünk, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi vállalásunk. És igaz ez egyébként szerintem a normál családtagjainkra is, a szüleinkre, a testvérekre, a nagyszülőkre, unokatestvérekre, rokonokra. Szóval, hogy ne egymás háta mögött fúrjuk a másikat, hanem, hát, hogyha valami gond van, akkor álljunk már oda, mondjuk el, hogy figyelj, szerintem ez és ez itt nem volt jó, nekem ez rosszul esett, beszéljük meg. Hogy miért nem beszélgetünk a kényes ügyekről is, mert hogy ezek ilyen kényes ügyek. Bár megmondom őszintén, hogy én már nem igazán foglalkozom ezekkel a kényes ügyekkel, mármint olyan szempontból, hogy engem nem zavar az, hogyha nekem mondjuk ez kényesebb, mert én szeretem megoldani ezeket a helyzeteket, és akkor is odaállok, és akkor is próbálok beszélgetést kezdeményezni, hogyha ez esetleg nem túl kényelmes számomra, mert az ember sokkal tisztábban lát. Nagyon fontos, amit mondtam, hogy tisztítsunk, egy családon belül is, főleg. Rengeteg karmikus feladat van, amit nem tudtunk korábban megoldani egy családon belül, és most meg kell. Nagyon érdekes ez, mert szerintem rengetegen emlékezhetnek erre. Én is emlékszem, akár az ígéreteimre, akár a fogadalmaimra, és én pontosan tudom azt, hogy miért azok a rokonaim, vagy hozzátartozóim, vagy ismerőseim mindenkiről, akik most helyet foglalnak valamilyen szempontból az életemben, és azt is, hogy nekem mi a dolgom ezzel saját magammal szemben. Hogy mi az, amin változtatnom kell. Mert ezek az emberek tükrök, mindenki tükör, és mindenki azt mutatja meg, hogy te hol tartasz. Hogy mit neveltél már ki vagy fel saját magadból? Elindultál-e már az úton? Haladsz-e? Hogy min kell még javítanod? Hogy hogyan kell sokkal barátságosabbnak lenned? Hogyan kell feloldanod ezeket a sérelmeket, bántalmakat? Hát nehéz. Szerintem a legnehezebb családban működni. Mert nagyon sok az elvárás. Hát nem csak ott, mindenhol, de egy családban főleg. És nagyon sokszor éreztem azt, hogy én nem lehetek az, aki vagyok, csak akkor, ha egyedül élek. Amikor egyedül élek, akkor totálisan meg tudok nyílni, ki tudok bontakozni, de egy családon belül nem mindig tud az ember. Nagyon sok művész pontosan ezért választja azt, hogy ő egyedül éljen. Noha lehet, hogy vágyik egy társra, lehet, hogy vágyunk családra, gyerekekre, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben így nem lehet annyira kibontakozni, hát ha ez a cél, mint ilyen kötelékek kell. És én igazából ezt látom azokon is, akik mondjuk már nagyon fiatalon vállaltak saját családot, hogy oké, megvan nekik, ott van, de magukról szinte nem tudnak semmit. Nem tudtak kibontakozni. Nem tudják, hogy ők kik, miért jöttek ide, mi az életfeladatuk. Beállnak a sorba, és ugyanazt a rutinszerű munkát végzik évekig, évtizedekig, amit elkezdtek. És nem tudnak szárnyalni, sem érzelmileg, sem gondolatilag. Hát, ha mondjuk mindig megmondják neked azt, hogy hogyan kell gondolkodni, mert szerintem egyébként a családtagok hajlamosak arra, hogy megmondják. Megmondták neked azt gyerekként, hogy te hogyan gondolkodj, hogyan érezz, hogy ezt most csinálhatod, azt nem, és mindig korlátok közé nyomorítottak. Hát szerintem nincs olyan család, ahol ez ne így lenne, hiszen hát a szülők próbálják terelgetni a gyerekeket, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben ez már túlzás. Tehát, hogy akkor hol a szabad akarat? És hol van az, hogy... hogy az egyéniség, hol az egyéniség. És szerintem ezért jó az, amikor az ember felnőtté válik,
és kiszabadul a karámból, és szerintem nagyon fontos, hogy egyedül is éljünk, mert én megmondom őszintén, hogy akkor találtam rá az önvalómra, saját magamra, amikor egyedül éltem, és azokat a dolgokat vallottam, és gondolhattam, ami én vagyok. És az előadások is így születtek meg. Mert amíg mindig megmondják azt, hogy hogyan kellene beszélned, vagy mit, miről, addig te nem vagy sehol. És én sem. Jó, lehet, hogy voltak ilyen kis morzsák, meg lehet, hogy így is az ember valamilyen szempontból bele tudja tenni magát, de nem 100%-osan. Ez nem a 100%-os tiszta önazonos való. Szóval ez nagyon nem könnyű. És én úgy gondolom, hogy az ember akkor tud önazonos maradni egy kapcsolatban vagy egy családban, ha mindenki ugyanazt vallja, egyenlően, egyformán, de szerintem ilyen nem nagyon van. Hol van olyan, ahol mindenben egyet értenek szerintetek a családtagok? Hát ilyen nincs. Hát biztos, hogy nincs. Biztos, hogy mindig, vagy előbb-utóbb kibukik valami. Biztos, hogy lesz egy olyan pont, minimum egy, de szerintem 100, ahol nézeteltérések lesznek, ahol nem fogják egymást szeretni a családtagok. Mert hát valljuk be őszintén, hogy ilyen is van, sőt. Szóval erre mondtam azt, hogy rengeteg álszentség van egy családon belül, és nem igaz az, hogy mindenki szereti a másikat. Hát ez biztos, hogy nincs így. Ez ilyen álszöveg. Nekem is van olyan, akiket én nem kedvelek, és engem sem kedvel mindenki, sőt, de hát ezt az ember megérzi, és továbbáll. És szerintem nem számít az, hogy ki milyen néven szerepel a mi életünkben, mert ahogyan mondtam, mindannyian emberek vagyunk, és azt kell nézni, hogy ki rokon veled lelkileg. És nem azt, hogy mi van beleírva a személyidbe, mert ez nem fontos. Mert attól nem lesz valaki a rokonod, hogy ugyanazon a néven szerepel. Egyébként olyan érdekes, most az jutott eszembe, hogy amikor ugye ezeket a esküvőket, meg lagzikat szervezik, én egyáltalán nem vagyok híve egyiknek sem, majd egyszer egy külön előadásban elmondom, hogy miért nem, hogy akkor meghívnak oda olyan rokonokat is, akiket lehet, hogy 10, 20, 30, 40, 50 éve nem láttak például. És egy szót nem beszéltek velük, de elhívják őket. És igazság szerint nekem erről mindig az jut eszembe, ezekről a nagy lagzikról, vagy lakodalmakról, hogy ez mind olyan rongyrázás. Ez olyan kirakat, ez a jó szó, kirakat. És nagyon sok ilyen kirakat világ van, szemlélet, nagyon sok ilyen kirakat közösség él. Kifelé azt mutatják, hogy ők csodálatos házasságban élnek, vagy legalábbis névlegesen, és közben pedig belül üres és sivár az egész. Én ismertem olyan házaspárt, rengeteget beszélgettem velük mind a két féllel, ahol hát ők 5 éve voltak házasok körülbelül, és eljátszották, hogy ők aztán fantasztikusan összetartoznak. Közben pedig olyan dolgok derültek ki, hogy hát én csak néztem. Az hagyján, hogy már évek óta mindkét fél megcsalta a másikat, nem egy emberrel, nem kettővel, hogy folyamatosan hazudtak egymásnak, hogy néha össze is verekedtek, fizikálisan is bántották egymást, kifele mindegyik szitta a másikat, de mégis azt mutatták, és hát arra voltak büszkék, hogy ők házasok, és hogy ők milyen fantasztikusan együtt tudnak élni, holott nagyon sokszor már szinte köszönni sem köszöntek egymásnak, amikor haza mentek, külön lakrészben éltek. Hát lehet, hogy egy területen belül, de külön lakrészben, és tulajdonképpen már mindenki azt csinált, amit akart, és azt vitt föl magához, akit akart, de ők házasok voltak. És azt próbálták elhitetni, nem a közönségükkel, mert szerintem ők közönséget szerettek volna, szóval nem az utca emberével, vagy az ismerősökkel, hanem saját magukkal.
Szóval saját maguknak hazudtak. Mert az, hogy a másiknak, hát náluk szerintem az már ilyen lételem volt. Az tök evidens volt, hogy hazudnak egymásnak 15-20 éve. Az őket már abszolút nem zavarta, sőt. Hát ugye rengetegen kijátszák egymást egy családban, és tudjuk nagyon jól, hogy anyagilag is, hát főleg a válásokkor derül ki, hát szerintem az emberek nem tudnak szépen elválni, nagyon kevés az, aki meg tudja tényleg úgy beszélni a dolgokat, és egyelően el tudnak osztozkodni például, és ahol nincs acsarkodás, ahol nincs az, hogy hát utána a nem tudom én hova kívánják a másikat, pedig előtte együtt éltek, egy ágyban aludtak, hát jó esetben, közös gyerekük is lehet, és aztán mégis annyira el tudnak egymástól ridegülni, hogy hát ahogyan mondtam, vannak olyanok, akik még köszönni sem köszönnek egymásnak az utcán, ha találkoznak, pedig állítólag ők annó szerették egymást. Hát mi a szeretet? Ez szeretet? Vagy szeretet volt az, ami később gyűlöletté válik. A szeretet nem tud gyűlöletté válni. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte. A szeretetnek nincs ellentéte. Hát azt szokták mondani, hogy a fél elem. De én azt mondom, hogy a szeretetnek nincs ellentéte. A szeretet szeretet. És pontosan azt kell megtanulni, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen. De szerintem mi nem tudunk jól szeretni. Hát tisztelet a kivételnek. Lehet, hogy valaki tud, de szerintem nem nőttünk még fel hozzá. Nem tudjuk, hogy ez milyen. A szeretet nem a kisajátításról szól. Hát ugye látjuk azt, hogy egy családon belül az emberek ki akarják sajátítani a másikat. A szülők a gyerekeket, a férj a feleséget, a feleség a férjet, stb. De hát senkit sem lehet kisajátítani. Mindenki önmagái. Uralkodni akarnak a másikon, befolyásolni, megmondani, hogy ki mit csináljon, hogyan, miért nem jöttél haza időben, mit csináltál, hol voltál, hát ezek a kérdések örökök. És egymást bírálják az emberek családon belül. A csalásom belül. De ugyanakkor lehetne ez egy áldás is. Lehetne a család kiváltság, lehetne egy tökéletes rendszer, ahol az emberek nem bántják egymást, ahol azért kötnek szerződést, akár lelki szerződést, akár fizikait, hogy egymást támogassák, hogy kiálljanak a másikért, hogy tényleg elfogadják, és ne csak mondják. Mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy én elfogadom őt, de közben meg nem. Hát beszélni róla az teljesen más, mint ezt valóban úgy is gondolni, és úgy is cselekedni. Szerintem rengeteg még a tanulnivalónk. Én nem azt szorgalmaznám, hogy feltétlenül mindenkinek legyen családja, nem. Én azt szorgalmaznám, hogy feltétlenül mindenki ismerje meg saját magát. És mindenki először önmagán változtasson. És amikor már felnőttünk totálisan, de nem 18 évesen, és már minden régi negatív mintát felülírtunk, kitisztítottunk, na esetleg akkor lenne érdemes egy másik emberrel szövetséget kötni, de akkor is csak akkor, ha már valóban jókká váltunk, és humánusokká. De szerintem ez még nem megy. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, és nagyon kevés ember érett meg arra, hogy jól működjön egy családban. Én most egy olyan helyen élek, ahol hát nagyon sok a vita, mármint így kint az utcán, olyan emberek laknak itt, akik állandóan veszekednek, meg vitáznak, és ordítoznak egymással. Családtagok. Férj a feleséggel, feleség a férjjel, a gyerek a szülővel, a szülő a gyerekkel, és nagyon durva dolgok vannak, és olyan csúnya szavakat használnak, olyan átkokat szórnak egymásra, pedig elvileg családtagok, pedig elvileg házasságot kötöttek, pedig elvileg ők szeretik egymást, hát ez lenne a szeretet. Vagy az lenne a szeretet, amikor egy szülő bántalmazza a gyermekét, vagy elhagyja? Szerintetek az szeretet? Hát sokféleképpen meg lehet ezt magyarázni, valaki szerint ez a jó, meg ennek volt valami haszna. Vannak, akik mindent meg tudnak magyarázni. Vagy azt szeretet, hogy nem érdekel az, hogy milyen a másik, hogy nem foglalkozom vele, hogy azt sem tudom, hogy neki milyen érzelmei vannak,
hogy nem figyelek egy másik emberre. Hát vannak olyan családok, ahol meg sem kérdezik a másiktól, hogy ő kicsoda, micsoda, nem is érdeklik őket, hogy egy embernek milyen fájdalmai vannak, vagy örömei, bánata, álma, semmi. Hát én is tudnék erre példát mondani, hogy milyen az, amikor valamelyik hozzátartozódat egyáltalán nem érdekli, hogy te ki vagy. Rengeteg apahiányos ember él a földön, akiket elhagytak, akikkel egyáltalán nem foglalkoznak, de természetesen ez később is igaz lehet, szóval szerintem mindenkit elhagyott már valaki. Ott hagynak, ott hagytak. A káoszban, a zűrben, a hidegben, a pénztelenségben. Engem is hagytak már ott, a legnehezebb körülmények között, és ez számomra rettenetesen nagy csalódás volt. Rengeteg emberben csalódtam, pedig úgy gondoltam, hogy azok után, hogy az ember milyen szeretetet tud adni, ilyen nem történhet meg, de nagyon sokszor megtörtént, és az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy akkor kiben tud bízni? Tudunk-e bízni egy másik emberben, ha nem működik ez a dolog? Mert azt látjuk, hogy nem igazán működik. Szerintem az ember családja a világ, az élet, ő maga, a mindenség, az Isten. És ha ebbe kapaszkodunk, ha őt szeretjük, a vanságot, a mindenséget, akkor én úgy gondolom, hogy révbe érünk. Akkor szeretni fogjuk a létezést. Belül kell megteremteni az egyetemes családot. Belül kell úgy érezni, hogy mindannyian egyfelé igyekszünk. És noha nagyon sokan eltévedtek, és nagyon sok bántalom él. Én mindig azt szorgalmazom, hogy belül rendezzük el ezt magunkban, hogy ne sérüljünk. Hogy mégis, így is, ezek után is a szeretetet adjuk át magunkból. Még akkor is, ha nagyon sok fájdalom van, ne a negatívat adjuk vissza, hanem a jót. Mert akkor más is jóvá érik. Más is szeretetteljes lesz. Én ebben hiszek. Én ezerszer meg tudok bocsájtani, rengetegszer, ezerszer tudok újrakezdeni, addig, amíg látom az értelmét, és nagyon-nagyon sok mindent el tudok fogadni. Teszem ezt azért, hogy béke legyen, hogy kiegyezés legyen, hogy harmónia éljen. Olyan jó az, amikor működik valami, amikor megy, amikor több ember összeáll, és azonos a cél, azonos a rend. Olyan jó lenne egy globális családot létrehozni, ahol együttesség van, ahol nincs acsarkodás, nincs bántalom, csak egy pólus, és csak áldás. Hiszen az, hogy az embernek vannak hozzátartozói, az áldás, kiváltság, és tisztelni kell, tiszteletben kell tartani. De nagyon sok embernek ez nem adatik meg valamiért. Nagyon sok a magányos ember. De egy családban is lehetünk magányosak, és egyedül is lehetünk világszeretők. És egyedül is érezhetjük azt, hogy mindenki szerethető. Ezért mondtam azt, hogy önmagunkkal kell jobban lenni. Önmagunkkal kell rendben lenni, és rendet teremteni belül. Hogy aztán az kívül is látszódjon. Hogy létrejöjjön. Ezeket a csalódásokat, fájdalmakat kezelni kell, muszáj. Mert ha nem, akkor mindig ott lesz az a tüske az emberben, és ez nem jó. Felül lehet írni, mindent felül lehet írni, meg lehet bocsájtani minden egyes nap. Tudom, én is ezt gyakorlom. És lehet egy másik oldalról is megközelíteni ezt az egészet. Úgy is, hogy ne legyenek ilyen negatív érzelmek. Úgy is, hogy csak a jót lássuk, de dolgozzunk belül azért, hogy a negatívat felülírjuk, és hogy kiegyezzünk, hogy béke legyen.
Szerintem az az igazi otthon, ahol megértés van. Ahol az emberek megértik egymást. De ez olyan ritka. Viszont ha már egy ilyen valakit találsz, az áldás, az adomány, az ajándék. Lehet ajándék egy kapcsolat. Lehet ajándék ez az egész létezés. És az, hogy ilyen sokan itt vagyunk, és milyen nagy ajándék lenne az, hogyha mindenki ki tudna egyezni. Vagy legalábbis nagyon sokan. Szerintem ez a közösség. A közös ég. Mert mindannyian egy ég alatt élünk. Egy családban. És mindenki rokon. Még akkor is, ha nagyon sok széthúzás él. De mindig meg lehet találni azt a közös pontot, ami összerendezhet. Hát ez a jó szó. Hogy valahogyan össze kellene rendeződni a közös pontok által. Mert mindenkiben van közös pont. És szerintem sokkal több, mint amennyire gondolunk. Sokkal több. De ahhoz érdemes megismerni egy másik embert, és mondjuk nagyon sokat beszélgetni. Mert ha beszélgetnénk egymással, akkor kiderülne, hogy milyen sok a közös. Sőt, hogy csalódás vagy áldás a család. Én hiszem azt, hogy áldás. És azt is, hogy a csalódásokat felül lehet írni. És hogy meg lehet bocsájtani. És hogy így lehet tovább működni. Én hiszek abban, hogy mindent helyre lehet hozni. Hogy mindenre van megoldás. Hogy olyan jó, hogy itt vagyunk, hogy szerethetjük egymást, és olyan jó azoknak, akik harmonikus családban élnek. Nagyon sok a sérült gyerek, akik nem csak fizikailag, lelkileg is kallódnak, de a felnőttek között is. Én azt látom, hogy mindenki próbál kapaszkodót keresni valakit, akiben meg tud bízni, aki figyel rá. Mindenki keres egy társat. Egy igazi társat. Akivel otthonra lel. Akivel egy családot alkothat. Lehet, hogy egy másfajta szót kellene kitalálni. Mert ahogy kimondom azt, hogy család, rögtön az jut eszembe, hogy csal. Hogy miért így kezdődik ez a szó, hogy csal? Ne ez legyen a neve. Legyen valami más. Legyen az, hogy együttesség. Legyen az, hogy ikerség. Egyformaság. Egyformaság. Legyen az, hogy kiegyezés. Ez jobb szó. Szóval, hogy mi kiegyezéseket hozzunk létre. Ezt teremtsük meg. És akkor létrejön a globális család, a globális együttesség. Ha mindenhol kiegyezés élne, ez meg tudna teremtődni. Létre tudna jönni. És így alkothatnánk egy közösséget. Az egy ég alatt. Most is. Meg mindig. Ha szeretik egymást, ha valóban szeretik egymást a családtagok, akkor felszabadulunk. Akkor megérkezünk. Akkor hazaérünk Istenben. Ez a szabadság. Amikor egy olyan valakit találsz, akiben szabadságra lelsz, akiben te magad vagy, önmagad. Amikor saját magadat találod meg egy másik emberben. Hát ez az igazi rokonság, és ez az igazi tükör.